Az, hogy Magyarországon a ma program nem szerepel a közbeszédben vagy a politikában, vagy nem olyan súlya, az nem az ellenzéknek a hibája. Tehát ma Magyarországon talán a kormánypárt az egyetlen, amelyik úgy vág neki egy választásnak, vagy úgy vágott neki a választásoknak, hogy egyáltalán nem írt programot. De én a felelősséget még nem is a kormánypártra helyezném, hanem egyébként a magyar társadalomra ránk. Tehát, hogy szerintem kellene annyi polgári kurázsi, akár a Fidesz saját szavazói részéről is, hogy elvárjuk a saját pártunktól azt, hogy legyen programja hogy az megtörténhet most már harmadjára, hiszen vagy másodjára, hogy a, a úgy nyer valaki kétharmaddal a választás, hogy nincs programja, az szerintem nem a Fidesz kritikája alapvetően, a övé is természetesen, de valahol a miénk is a magyar társadalom, hogy ezt megtehetik velünk. Ugye ezek ezzel kapcsolatban alakult ki kettőtök között egy érdekes vita egyébként a Facebookon kezdődött, és azért is örültünk, hogy össze hozni ezt a beszélgetést, mert hogy vonagábor egy elég komoly kritikát írt arra, amit Tucsány Ferenc írt. Ugye azt írtad, hogy ez nem közös program, hogy váltsunk kormány. Illetve azt is hozzátett, hogy a teljes listás összefogás valójában nem a kormányváltás miatt fontos a dk hanem a saját hatalmi céljai miatt, és hogy jelenleg a legerősebb ellenzéki párt, ő adná a miniszterelnöket, valószínűleg Dobrev Klárát, és ezzel Gyurcsány Ferenc súranó pályán visszakerülne az ország élére. És ugye erre reagált Rónai Sándor ma a Facebook oldalán, ezt egyébként látják most majd a nézők is, és itt felidéztet, hogy élénkelni a benned két 2018 áprilisa, amikor a demokratikus Magyarország egy remélte, hogy az ellenzik pártok meghozzák a maguk áldozat, és ez áldozatát, és ez ugye pont a jobbik miatt nem sikerült, és hogy szó nincs arról, hogy itt nincs más recept, mint az, hogy össze kell fogni. Szóval van itt egy nagyon érdekes vita köztetek, és aztán hozzátetett, hogy ez nem program, amit Gyurcsány mond, az nem jó. Úgyhogy most az a kérdés, hogy akkor ez a program, tehát ez lesz a program, hogy amit mond, az Gyurcsány jó, vagy nem jó? Bocsát, akkor újból magamhoz agadnám a szót. Azért tartottam nagyon fontosnak, hogy válaszoljak a Facebook bejegyzésedre, hiszen most vagyunk túl az októberi választáson, ahol kipróbáltunk egy olyan receptet, amit igazság már 18 áprilisában is követeltek tőlünk. Egy teljes körű összefogást, egy az egy ellen politikáját, mert láthatóan csak ez vezet eredményre. És ez megvalósult. Egerben úgy lett jobbikos polgármester, vagy a hetedik kerületben úgy lett dk polgármester, hogy ezek az ellenzéki pártok összefogtak, együttműködtek, és most egyébként annak az időszakát éljük, hogy közösen együtt dolgozva a testületben minden párt próbálják megmutatni, hogy milyen az, amikor... A az, az, összefogás eredményeképpen kerülhettek jobbikosok. Igaz, tehát az, amit, az, Gyurcsány Ferenc mondott, és amire arra utalt, hogy 22-ben ez a recept lehet ismét nyertes, azt a receptet kipróbáltuk októberben, és működött. Az a recept, amit Gábor Mond, az egyrészt szerintem közjogilag működésképtelen, mert hogy azt mondod, hogy legyenek közös jelöltek, de külön lista. Ilyen ma nincs, vagy koordinát jelöltek vannak és külön lista, vagy közös jelöltek, és közös lista. Ez a közjogi része a történetnek. A másik része pedig az, hogy tényleg így van esély az egy az egy ellen politikáját folytatva, ez a választóigény, nincs több időnk arra, hogy kísérletezzünk szerintem. Ráadásul az októberben kipróbált recept az működik, és azt szeretném, hogy ezt a receptet tökéletesítsük, és 22-ben pedig leváltsuk a kormányt. Tehát mielőtt a, a vitába belekezdenénk, az észögezzük, hogy mi az, amiben egyetértünk. Igen, bocsánat, hát, csak fontos, azért fontos a vita, mert hogy itt ugye pontos, arról volt szó a Facebook-posztban, hogy vitára hívta, abszolút, tulajdonképpen. Abszolút csak, csak a, a Sándor. Célszerű előtte azokat a közös pontokat tisztázni, amiben egyetértünk, mert abban egyetértünk szerintem mindannyian, vagy nagyon sokan, hogy az egyéni választókerületekben egy az egyben kell felállni. Tehát ebben egyetértünk. Szerintem ez, ez, ez nem kérdés. Az én javaslatom is erről szól, tehát azt nem vitatom hogy egy jelöltnek kell lennie. Én azt vitatom, hogy egy közös listának kell lennie. És hogyha már az önkormányzati választásokat hoztad példaképpen, akkor én is azt mondom, hogy az önkormányzati választásokat vegyük alapul. És, hogyha, és akkor kérlek, hogy te válaszolj erre a kérdésre, hogyha a 2018. október 13 a önkormányzati választás országgyűlési választás lett volna, akkor melyik párt nyerte volna a választásokat? Nyilvánvaló a kérdést úgy kell föltenni, hogy 2018-ban miért nem javasoltad ezt, amit ma javasolsz, és akkor e, szerintem nincs két Azt 2018-ról is, de te, te hoztál az önkormányzati választásokat fel példaképpen, és én csak azt kérdezem, hogy oké, okay, vegyük valóban az önkormányzati választásokat kell példaképp, példaképpen venni, és az azt bizonyítja, hogy egyéni körzetekben, egyéni kerületekben egy-egyben kell felállni. De ha ezt országgyűlési választásként modellezzük, akkor kinyerte nyerte volna ezt a választást? Szerintem nyilván az nyerte volna a választást, akiről a legjózanabban tudunk dönteni. Az Mert én a vál... kérdést, hogy nem, nem kerül, meg a választ, nem, hogyha nem meg a kérdést. Fidesz nyerte volna a választást, nem. az önkormányzati választást. Nem kétharmaddal, de közel kétharmaddal az ön, ö, ö, 2018 2018 9, 18 október 13 19 október 13-án a, a, Fidesz nyerte volna. Tehát valami még ebből a receptből, amiről te amire te hivatkozol, még valami ebből a receptből hiányzik. És nem mondom azt, hogy a két lista fogja ennek a receptnek a, a, a végét megadni, de biztos, hogy ez önmagában még nem vezet győzelemhez. Jó, Ferencet is kérdezem közben, hogy hiányzik? Mi? Tehát akkor mi hiányzik most innen akkor a receptből? Nekem egy sör, hogyha egy viccet <laughs> akarom idézni. E az a helyzet, hogy én nekem az a meggyőződésem, hogy helyén való a vita és helyén való erről gondolkodni. És azt kell tudjuk, hogy az Orbán Viktorék menesztéséhez nem elegendő önmagában az, hogy programunk legyen, mint az előbb szó volt, több kell. Kellenek technológiák, kellenek értelmesen kialakított formulák arra, hogy hogyan tudja egy politikai párt megőrizni az identitását, és hogyan tud megfelelni annak az igénynek egyébként, hogy legyőzze a jelenleg uralkodó hatalmat. Ennek kell meg megtalálni a változatát. Mind a kettőben van ráció. A, én a folyosón azt mondtam, és most is azt mondom, hogy e, messze még e, a 2002... E, Ez én nem értek egyet, bocsánat, mert szerintem Igen. meg most... Eben, ebben ezt... már a folyosón sem értettünk Igen. egyet. De viszont miért tettünk egyet? Eben, ebben mi értettünk mert egyet? én azt mondom, hogy ebben a pillanatban az együttműködést az önkormányzati teljesítmény kell, hogy értékelje és minősítse. Ha az önkormányzatokban az ilyen módon felállított és odaküldött képviselőtestületek, ahol az ellenzék van többségben, megbukik, ne, ne bukjon meg, de nem tud teljesítményt felmutatni, akkor, akkor ki fog derülni, hogy ez csak egy hatalmi technika, amivel győzni akarunk. Annál több kell, én szerintem, és ezért gondolom, hogy, hogy, hogy meg kell nézni azt, hogy miként válik be ez a fajta együttműködés. Miközben azt mondtam, hogy értelmes erről a kérdésről vitatkozni. Csak akkor beszéljünk még arról, ami itt elhangzott a apos az, hogy a DK csak a saját hatalmi érdekei miatt hozta most be ezt a, ezt a helyzetet, amit az előbb elhangzott. Ezért Ez tartottam. a súlyos kritika az együttműködés vonatkozásában. Ezért is tartottam nagyon fontosnak, hogy reagáljak rá akkor a Facebookon, és most itt. Ez volt uh, az a pont, a pont, ami miatt reagálták? Hiszen uh, nyilván nem. Uh, egyik része volt, de nagyon fontos, hiszen azért vagy, vagy egy jó része fikció annak, amit írsz a Facebookon, te már ismered a lista vezetőnket. Nem ez a legfontosabb kérdés ebben a történetben, hanem az, hogy valóban októberben volt egy ilyen recept, és igaza van a Ferinek abban, hogy tökéletesíteni kell. A Gábornak is igaza van, hogy ezt a rendszert tökéletesíteni kell, de már most el kell kezdeni róla beszélni, hiszen 2022 nagyon hamar itt lesz, és szerintem éppen abban rejlik a kulcsa a megoldásnak, hogy ismerjük a receptet, és ezt írom a végén, hogy tökéletesíteni kell ezt a programot, ezt a stratégiát, de ezt közösen kell megcsináljuk. Ez, az, egy, az, az, egy, az egy az egy ellen, politikája működik. Az, egy az ellen politikája működik az egyéni választókerületekben, de listán ott a szavazatokat kell maximalizálni. És szerintem, hogyha több lista van, az több szavazatot tud szerezni, ugyanis lehetnek olyan szavazók, akik akár a jobbik, akár a DK miatt egy közös listára nem szavaznának. Vagy akár a Fideszre szavaznának, vagy otthon maradnának, nem tudom. De hogyha van alternatíva, akár több alternatíva is, akkor sokkal jobban tudjuk maximalizálni a szavazatokat, és egy valamiről még nem beszéltünk, és pontosan ezért hoztam ide az önkormányzati választást példaképpen, ha az ellenzék választást akar nyerni 2022-ben, akkor a Fidesz szavazó bázisából is meg kell szólítani szavazókat. Pedig ez, ez pedig Gyurcsány Ferenc Ferencel nem fog menni. Tehát kell, hogy legyen egy olyan ellenzéki lista is szerintem, ami nem Gyúcsány Ferenc nevével vagy részvételével van fémjelezve. Nagyon fontos dolgot mondta Gábor, azt mondtad szerinted. 2000... Ez a 2019. október 13-án a választók elmondták az ő véleményüket. Ök arról döntöttek, hogy őket egyáltalán nem zavarja. Legyen egy ellenzéki jelölt, akire szavazhatnak, és arra szavaztak is. Illet Mirkóczki Ádám, Niedermüller Péter, vagy éppen balok Csaba, Tehát, hogy, úgy, érünk, hogy szem, polgármester. Nem, nem izgatta őket. Nem it, 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 őket. It, 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 jó a listán van, hogy hány listára van szükség, és melyik hozza a legtöbb szavazatot. Igen, csak amit te mondasz, az egy elképzelt, az a te véleményed. A másik egy kipróbált stratégia, ami működött amiről én beszélek, az egyéni képviselő jelöltek szintjén, az valóban egy az egyben kell felállni. De az, hogy, hogy, hány lista vezet győzelemre, ott te is a véleményet tudod mondani, meg én is, mert még nem próbáltuk ki, hogy egy vagy két. Kin... Önkor... Mindenképpen hagyadjak szót, jó szerintem, most ez a pillanat. Egyelőre hitéleti kérdésnek bizonyul ez, hiszen vélelmek csapnak össze. Azt gondolom, bár én nem fetisizálom a különböző véleménykutató intézetek javaslatait, de az a kulcs amit megjelent majd mind a töknél egyébként, a szavazat maximalizálásnak a, a, módja és a hogyanja. Ez egy, ez egy, fontos kérdés, amit azt kell mondanom, hogy a politikusok csak akkor tudnak értelmesen eldönteni, hogy A. az előítéleteiket otthon hagyják, kölcsönösen mindenkinek van oka, joga arra, hogy ezeket otthon hagyja, b, figyelnek a kutatókra, az elemzőkre, azokra, akik egyébként ezt értelmesen, nagy-nagy mintán a politikusok elé Elhangzott itt, itt az előbb, hogy, hogy, egy vita van most itt a, a stúdióban, és hogy ezt sikerült összehozni jó az, hogy az, a, a, a ugye erről beszéltünk korábbi választás során, hogy a választóknak, hogy hogy lehet őket megnyerni, nem a vitát akarják látni, tehát nem azt a technikát, hogy hogyan kell vagy nem kell az ellenzéknek együttműködnie, akkor ez most jó, ha most ez újra feljött itt. Szerintem jó. Között? Már olyan értelemben, hogyha kulturáltan tudunk vitázni, és én azt gondolom, hogy ez most egy kulturált vita, akkor ez szerintem inkább vonzó, mint a szító. Pontosan az a baj Magyarországon, hogy a Fidesz és a jelenlegi kormány kiirtotta a vitát. Tehát, hogy már az emberek elszoktak attól, hogy vita van, és hogyha bármilyen vita fölmerül, akkor mindenki hirtelen megijed, és úgy kellemetlenül kezd érezni magát feszeng, pedig csak arról van szó, hogy beszélgettünk két eltérő álláspontról, ráadásul még időben szerintem. Tehát azzal nem értek egyet, amit miniszter úr mondott, szerintem ezt most le kell tisztázni, lehetőleg az idei év első felében, hogy utána mindenki a eldöntött stratégia vagy. vagy modell alapján tudjon dolgozni két évig. Az Európai Parlamentben az egyik legjobb, hogy újból vitatkozni látok politikusokat és szakértőket. Ez valóban nagyon hiányzik itthonról. E, azt gondolom én is, hogy időben el kell kezdeni, hiszen láthatóan egy szenzitív kérdésről van szó. Én és még és egyszer... A megoldástól még nagyon messze vagyunk, azért azt hagyd tegyem az ágább is. Abszolút, abban, látszik, abban az egyben Igen, nem értek valogás. egyet, hogy, hogy, hogy ez egy hitéleti vita lenne, hiszen mondom, a gyakorlatban tapasztaltuk két hónappal ezelőtt, hogy hogy az egyik ez egy működő modell, a másik egy egyelőre elképzelt modell. Hát annyit tapasztaltunk, hogy, hogy sikerült részt ütni, de nem sikerült egyébként, hát különösen vidéken nem, egy átütő győzelmet. Át. és akkor mi van akkor, ha mondjuk nem lesz konszenzus, vagy nem sikerül konszenzusra jutni? Akkor, akkor mi és azért ezt, ezt, mondjuk ki, hogy abban azért konszenzus van, itt a stúdióban is úgy tűnik, és a, az ellenzéki pártok körében is, hogy a választókerületekben helyben egyelöltnek kell felállnia egyelöltel szemben. Tehát szerintem nagyon közel állunk a megoldáshoz, illetve csak arról kell eldönteni, arról kell majd valamikor döntés hozni a pártoknak, nem nekem, én csak a véleményemet mondom, mint állampolgár a pártoknak, hogy egy listán vagy külön listán indulnak. Én, hogyha a véleményem számít bármit, és akkor azt mondom, hogy inkább külön listán, mert az több szavazatot jelent, és valószínűsíti, vagy jobban valószínűsíti a kormányváltást, ezt majd a pártok fogják eldönteni. Nem csak elhangzott, hogy ez egy elég szenzitív kérdés, és láthatóan egyelőre itt még nem biztos, hogy sikerül áttérni. Csak én, pár másodperc. Eh, ágnes, törműnye. hogy itt, itt egyébként eh, kialakult egy polémia. Én ezt azt az gondolom, hogy, hogy na, jó dolog. Eh, és hogyha ezt egyébként azok, akik döntéshozatali e, helyzetben vannak, mert mi nem nagyon, e, azok, akik ott vannak, e, azok is hasonló módon csinálják, akkor sokkal közelebb kerülnek a, a megoldáshoz, semmint hogyha egyébként e, e, mutogatunk egymást. Na itt tartunk egy nagyon rövid szünetet, csak pár perc, reklámszünet következik, aztán folytatjuk. Folytatjuk tehát a nap hírét, és itt a szünetben is tulajdonképpen folytatódott a vita arról, hogy egy lista legyen, több lista legyen, és fel is szeretnénk idézni azt, hogy tulajdonképpen az MSZP részéről ez már elhangzott, korábban Kunhalmi Ágnesék tartottak egy sajtótájékoztatót, és ő egész konkrétan azt mondta, hogy aki a közös listától eltérő álláspontot képvisel, az veszélyezteti a magyar demokratáknak a győzelmét. Tehát itt egészen beszéltünk arról, hogy hogyan hidalható át ez a polémia, úgyhogy például az MSZP részéről ilyen álláspont hangzott. De. de pont ez a baj szerintem, mert hogy ez, ezzel az ilyen jellegű ö, megcímkézéssel ennek a vitának a lefolytatását akadályozunk. Mert én most nem viselek semmilyen politikai tisztséget, felelősséget, én bátran kimondhatom a véleményemet, de lehet, hogy egy ilyen nyilatkozatkunalmi Ágnestől mondjuk adott esetben más pártokban azokat, akik mondjuk az én álláspontommal értenek egyet, elbátortalanítják, és nem az nem jó. Tehát, hogy ezt a vitát le kell folytatni bátran, őszintén érvelve, mind a, ahogy azt itt miniszter úr mondta, mind a két álláspontnak a logikája. Tehát nem az, én nem vitatom azt, hogy a másik álláspontnak nincs logikája, csak azt mondom, hogy szerintem az a logika rossz. Ez a két lista, vagy több lista, amiről itt szó van, az hogyan állna össze, vagy hogyan lenne több lista? Ugye itt elhangzott, vagy lehetett olvasni korábban például a a az álláspontját, aki azt mondta, hogy úgy tud ez összeállni, hogy ez egyik Lista az mondjuk a DKMSP, a másik pedig az LMP, Jobbik és a Momentum. Erre gondolsz? Hát, nyilván ezek már a kívánságműsor kategória, de hogy én, én egy, ilyet, egy ilyet nagyon szimpatikusnak tartanék. Tehát, hogy ezen én, 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 mint választópolgár motiválva lennék egy ilyen helyzetben. Csak azt tudom mondani, hogy októberben kipróbáltunk egy modellt, ott egy közös lista volt, közös egyéni jelöltek és voltak. És, a Fidesz a választást. Nem nyerte meg a Fidesz a választást, szóval megnyerte a volna, hívják a főpolgármestert. Országgyűlési választását volna megnyerte volna. Budapesten magasan nyertünk a nagyvárosokban, tízezer fő feletti települések. de a Tökségben Fidesz a választásokat. Nem a Fidesz nyerte a választásokat. Ha országgyűlési választás lett volna, akkor a Fidesz nyerte volna, és én nagyon örülök az önkormányzati választásokon az ellenzéki áttörésnek, meg, meg nagyon sok sikert kívánok ezeknek a polgármestereknek, mert rajtuk is sok minden múlik most, óriási felelősség van rajtuk, de ettől függetlenül tény, Hogyha ez egy országgyűlési választás lett volna, akkor azt a Fidesz nyerte volna, tehát egyelőre ez az önkormányzati választás még nem ad mindenre választ, itt valamit még ki kell találnia az ellenzéknek. Azok a polgármesterek, önkormányzati képviselők, akik most elkezdték a munkát és együtt dolgoznak különböző pártokkal az önkormányzatokban, belőlük fog jó részük közül kikerülni az egyéni jelölt az országgyűlési választásokra valószínűleg. És szerintem ezek a jelöltek kipróbálták már ezt a módszert, hogy milyen, amikor közös listán. De több de az egyéni nem, De Nem az egyéni jelöltekről van szó, tehát mindig visszatérsz az egyéni jelöltek, amiben egyetértünk. De ők a, de de a közös beszélget. listát is kipróbálták. Szóval Ádám mi Ez egy hosszú szocializációs folyamat. Nem haragszik meg Gábor talán, ha azt mondom, hogy én nem gondoltam, mit tudom én, egy éve, hogy majd itt a szomszéd széken ülve beszélgetünk éppen a választás együttműködés lehetőségéről. És megérett Magyarországon a helyzet arra, hogy erről lehet értelmesen, higgadtan beszélni. Na de a mi embereink, támogatóink, a mi véleményünket osztók lelke mélyén, ott van még nagyon sok feszültség, ott van még hihetetlenül sok indulat a másikkal szemben, amelyeken túl kell tudni lépni, és meg kell találni egyébként a leghatékonyabb módszert, hogyha ez nem sikerül, akkor Orbán Viktor marad. Ha sikerül, akár így, akár úgy, akkor egyébként egy új Magyarország, demokratikus Magyarország alapozása folytatódhat kezdő Lődhet, vagy ismétlődhet, nem tudom, mi a helyes kifejezés, de változás történjen.